Szelendő paptestvérek, diákonusok, tisztelt képviselő úr, Krisztusban szeretett testvéreim! Az ismeretlen, ismerős Szent Anna számunkra, az a Szent, aki ismeretlensége az evangéliumban való hiányzása miatt van, és a Ószövetségi Szentírás sem ír róla. Mégis ismerős és kedves Szentünk, hiszen a Szentíráson kívüli egyéb szent könyvekből tudunk az ő életéről, Joákimmal való kötött házasságáról, és arról, hogy ő lett Szűz Mária édesanyja, azaz Jézus nagyanyja. Ez az ismeretlen ismerősség egyre jobban felerősödött az üdvösség története folyamán, különösen akkor vált ő az érdeklődés középpontjává, amikor Jézus múltja után, embersége után kezdett érdeklődni a keresztény nép. Ugye az ezred forduló tájékán. Valahogy úgy van ez, mint az emberi életben, fölnő egy gyerek, először ismerkedik a szüleivel, a világgal, és el kell tenni egy jó időnek ahhoz, hogy eszébe jusson, hogy kutasson az ősei után. Valójában kik is voltak azok, mert ugyan mondták neki a nagymamák, nagyszülők, sokszor emlegetnek régi családtagokat, de valahogy nem áll össze a kép. Felnőtté kell válni ahhoz, hogy valaki érdeklődjék a régebbi ősök után, és hányszor megtörténik az, hogy már késve tesszük. De azt mondjuk, hogy én nem is kérdeztem meg akkor, amikor még ők éltek, mert ők még azokat tudták, mi már kevéssé. És így volt a keresztény nép is, amikor Jézus emberi ősei érdekelték, hogy hát kik is voltak azok az ősök, akik meghatározták Jézus emberségét, mert valljuk azt, hogy Jézus teljes értékű ember volt, akkor pedig meghatározták őt az ősök. Ma már a gének világában, vagy annak ismeretében annyi mindent beszámítunk az ősöknek, jó vagy rossz tulajdonságokat és hasonlatosságokat is. A 19. századnak volt egy ilyen természetkutató szerzetese, Mendel Ágoston, aki arra a törvényszerűségre jött rá, hogy sokszor az unokákban, legyen az a növény vagy az állatnak a második nemzedéke, jobban visszatér az ősnek a tulajdonsága, mint a közvetlen leszármazottban. Sányszor megtörténik az, hogy egy tanár, egy hitoktató, aki valamikor tanította a nagymamáját egy-egy gyereknek, éppen a nagymama vagy a nagypapa alapján ismeri föl, mert még a vonásokban is sok hasonlatosság van. Hát így vagyunk azért a mi Urunkkal is, hogy Jézus hasonlatosságát keresve, ugye, az ősöket is meg kell említeni és számba kell venni. Mi is szeretnénk Jézus Krisztushoz hasonlítani, de lélekben, mert
amikor Szent Pál azt mondja, hogy ő olyan akar lenni, mint Jézus, mindenben hasonlítani akar hozzá, hát nyilván, hogy nem a test alkatra gondolt, hanem arra a lelkületre, amely Jézus személyiségéből, tanításából kiáradt. És hogyha keresztény kultúrának a kiinduló pontját keressük, akkor mindig itt van Jézus Krisztusnak a személyében, és azt kell fölfednünk, és azt kell megvalósítanunk. Ezért az egész Ószövetség, mindazok, amelyek rámutattak Jézusra, azok a dolgok, legyen a 10 parancsolat, vagy az üdvösség történet sok proféciája, az Jézus Krisztus miatt értékes számunkra. Szent Anna személyét sem keresnénk és kutatnánk, hogyha nem Jézus nagyanyja lenne. Kalocsán az Asztriceumban Szekeres Erzsébet textilművésznőnek van egy érdekes képe. Ez a művésznő egyébként református vallású, és azért említem, mert nagyon sokat foglalkozott a szentekkel ábrázolásaiban és a szűzanya alakjával. Holott ez azért nem jellemző a református vallásban. És úgy ábrázolja Szent Annát, hogy ő ölében fogja Szűz Máriát, Szűz Mária meg ölében fogja Jézus. Mert Jézus miatt érdekes, hogy így mondjam, vagy fontos számunkra Szent Anna személye, de Szűzanya is azért kegyelemmel teljes, mert Jézus anyja. Így még a szentek ünneplése is Krisztus központú számunkra, és ezt nem szabad elfelejtenünk. Ez a rövidke evangéliumi szakasz olyan kurta furcsának tűnik, amikor hát annyit mond Jézus, hogy sok proféta szerette volna látni, amit ti láttok, hallani, amit ti hallotok, de nem láthatta. Hát mire vonatkozik ez? Ennek az összefüggésében számunkra már érthető. Hiszen az Ószövetség Jézusra irányult, az egész. És az Ószövetség is azért érdekes számunkra. Most én merésznek tűnő kijelentést mondok, de ezt a tridenti zsinat meghatározta. Mi nem a zsidók miatt fogadjuk el a 10 parancsolatot. Zsidóknak 613 parancsa volt. És Jézus volt, amit félretett. Szóval az Ószövetséget sem úgy veszük, vagy a 10 parancsolatot sem. A mi felosztásunkban nincs ott a faragott képet lémágy, mert vannak templomi képeink. Mi Jézus Krisztus miatt fogadjuk el, mert ami az ő tanításával egybevág, az maradt számunkra értékes. Ő beszél, hogy tartsd meg a parancsokat, de ugyanakkor különbséget tett az Ószövetség rituális törvényei szerint között és Isten kinyilatkoztatott törvénye között, ami az üdvösséghez fontos. Tehát az Ószövetség is Jézus Krisztus miatt fontos számunkra, és a Bibliát is számunkra Jézus Krisztus teszi érthetővé, az Ószövetséget.
mert különben olvasnák Mesiás jövendőléseket, milyen lesz, de ha nem hinnénk Jézus személyében, akkor még mindig várakoznánk, mint a zsidók. Mi pedig tudjuk, hogy Jézus személyében eljött a Mesiás. És ezért mondja Jézus, hogy sok próféta szerette volna látni, amit ti láttok. Mert nem tudjuk azt, hogy Szent Anna látta-e a megszületett Jézus. Ugyanis idős volt az apokrif legendák szerint, amikor Szűz Máriát szülte. Tehát nem valószínű, hogy látta, vagy ha látta is, semmiképpen nem volt ott nyilvános működésén, amikor tanított. Ami igazából fontos számunkra, nem hallhatta tanítását az Isten országáról, nem hallhatta az üdvösségnek azt a biztos meghirdetését, ami még eléggé sejtelmes volt az Ószövetségben. Nem tudott az Ószövetség a szenvedésre igazi választ találni. Ott van Jobbnak a története, küszködik vele a Szent Szerző, és a végén oda jut, hogy hát Istennek meg kell jutalmazni minden földi jóval a kiált szenvedésért, hogyha egyszer Isten igazságosnak és jónak mondja magát. Nem tudtak arról az ószövetségi emberek, hogy a kereszt végül is nem a tragédiának a szimbóluma, hanem Isten szeretetének. És ezért is itt van közöttünk a missziós kereszt, az Isten szeretetének a jele, és maga az Eucharistia vinculum caritatis, a szeretetnek a bilincse számunkra. Arról sem tudtak az ószövetségi emberek. Volt ugyan húsvéti lakomájuk, amely ott van az Eucharistia gyökerében, csak hogy az a húsvéti lakoma egyszeri volt, és egy nagy emlékezés. De az Eucharistia, amit Jézus meghagyott, jelen valóvá teszi az ő áldozatát, önmagát, és itt maradt közöttünk. És ezt az Ószövetség nem tudta, de mi már tudjuk. És ezért vagyunk boldogok, bár testi szemünkkel nem láthatjuk Jézust, de hallhatjuk az evangélium szavát, tapasztalhatjuk a szentségek ható erejét, találkozhatunk egyházával, és ez az a többlet, ami számunkra értékessé teszi az egész üdvösség történetet. Én említettem, manapság sokat beszélnek keresztény értékek megőrzéséről. De hogy kedvem volna sokszor föltenni a kérdést, hogy mit értenek rajta keresztény értékeken. Mert elhangzik olyan, hogy ez nem azt jelenti, hogy templomba kell járni, ezt épp a minap hallottam, hanem megőrizni a keresztény értékeket. De mit? Múzeumokat? Én, aki az egyházművészet elnöke vagyok a püspöki karban, igazán fontosnak tartom a keresztény relikviákat, múzeumokat, de hát az önmagában hol tárgy? Én őrzök Déderek apámtól egy bicskát, de hát az önmagában nekem az a bicska semmi nem volna, nem tudnám, hogy az a Déderek apámé volt. Egy személyé, aki meg is jelenik előttem, amikor kezembe veszem. Ha nem jelenik meg Jézus Krisztus a keresztény értékek mögött, nem akarjuk őt követni, nem példa számunkra, akkor hiába emlegetjük a keresztény értékeket.
Az majdnem olyan, mint amikor beszélnek arról, hogy etikus magatartást kell tanúsítani. De miért? Fölteszi az ember a kérdést. Mi az értelme? Ki a végső fórum, amelyhez föllebbezni lehet? Akiért meg kell tenni valami jót vagy rosszat? Ha Jézus Krisztus személye nem áll ott a keresztény kultúra mögött, el fog porladni, ugyanúgy, mint nyugaton, hogy bezárnak templomokat, fölszámolnak sok mindent a keresztény egykori értékekből. Tehát nekünk Jézus Krisztus személye az, aki életet lehel a Szentírásba, a szentségekbe és mindenbe. És ezért fontosak számunkra a szentek is, mert a szentek azok valamit megvalósítanak abból, amit Jézus tett. Az ószövetségi szentek előkészületek voltak. A Jézus utáni szentek pedig tükörképeivé váltak a történelemben tovább élő Krisztusnak, amit nekünk is meg kell valósítani, hiszen ma is szükség van szentekre. Bár néha azt gondoljuk, hogy a szentek azok ilyen templomi szobroknak a merevségével és korlátozottságával élik az életüket. Nem. A szentek mindig valóra váltották a maguk korukban az evangéliumot, mert mindig a maguk korába kell azt megvalósítani az embereknek. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy nézzétek az idők jeleit, figyelni kell, kérni kell a szentelket, hogy itt és most mit kell tennünk, Jézus Krisztus tanítása, mit kíván tőlünk, mit tenne Jézus az én helyembe, föl lehetne így is tenni a kérdést. És hát ugye Szent Anna képviseli számunkra a szent öregeket. Az öregség már az ószövetségi Biblia szerint is önmagában nem érték, mert az, hogy valaki hosszú életet él, az az Isten ajándéka. Tehát az nem az ő érdeme legfeljebb annyi, hogy vigyázott az egészségére. Önmagában nem az öregkor, hanem a bölcsesség és a szeretet. Mert ez hiányzik az idős emberből, akkor nem értékes. Ezért lehet azt mondani, hogy nagyon sok fiatal is lehet igen értékes ember, mert valamit megvalósít abból, amit Jézus tanított, mondott és élt. És hát az öregekben mi ezt keressük, és ezt látjuk meg, hogyha azok olyanok, amelyek éppen jó példát adnak gyermekeiknek, unokáiknak, mert arra nagyon nagy szükség van, hogy az unokákra hasson az idős nemzedék. Én ilyenkor ugye föl szoktam emlegetni a nagyszüleimet, volt köztük Anna nevű is, de közvetlen apai nagyanyám 14 gyereket nevelt föl, 10 fia volt, és amikor apám elmondása szerint már mindenki lefeküdt, akkor elővette a petrólom lámpa mellett a tanyán a Bibliát és a szentek életét. Ő még látott engem, de én már nem emlékszem rá. De hogy így elmondják, azt kell mondanom, hogy az időtávlatából is szeretettel gondolok rá, és én hiszem azt, hogy az Úrnál van, és kérhetem közbenjárását. És ugyanígy kérhetjük Szent Annáét is, Jézus nagyanyjáét is, aki nevelte Szűz Máriát,
szent öreg módjára készült a megváltásra, az örök életre. Összetartoznak ők, mint a boltív téglái, ezért egyszerre ünnep itt a jánosalmi templomban Szent Anna, Jézus nagyanyja, Szűz Mária és maga Jézus is. És így ünneplünk, kérve Szent Anna közbenjárását, pártfogását, mai nagymamákért, nagyszülőkért és a mai unokákért, hogy az az élet, amely nekik adatott, hasonlítson Jézus Krisztuséhoz. Az pedig a legfontosabb idea számunkra, hogy Jézus legyen az eszményképünk. A mai szép ünnepen, a missziós kereszt jelenlétében kérjük ezt az Úrtól mindannyiunk számára. Amen. Hiszek egy Istenben.